Én nagyon örülök annak, hogy sikerül újra életre hívni az Ismerős Arcok koncertet. Szeptember 12-én Beregszászon a Barátság stadionban. Ugye az augusztus elsői vihar az elvitte az eseményt, annak ellenére, hogy már minden teljes egészében kulcsra kész volt, hiszen a színpadon a főpróbát tartották. Akkor nap egy picit kétségbe estünk, hogy sikerülhet-e ezt a koncertet még ezen az éven pótolni, viszont hála a jó szándékú segítőknek, támogatóknak. Szeretném kiemelni Baskai József főkonzul urat és az Ungvári Magyar Főkonzulátust, akik pár aznap jelezték, hogy szeretnének a rendezvény mellé állni, és lehetőségekhez mérten igyekeznek segíteni, hogy ezt újra tudjuk megszervezni Kárpátalján. És a zenekar is nagyon rugalmas volt, és jelezték, hogy szeptember 12 az egy olyan dátum lehet, amit kisebb erőfeszítések mellett, de be tudnak vállalni. És én úgy hiszem, hogy semmi sem történik véletlenül, hiszen most már ez nem csak egy lélekemelő és egy közösségépítő koncert, hanem kiegészül egy nagyon nemes céllal, hiszen kettő beteg kisgyermeknek a gyógyulását lehet majd segíteni ezen a koncerten. Természetesen ugyanúgy marad ingyenes, viszont az esemény egész alatt lehetőség lesz adományok elhelyezésére. Pólyuha Viktória és Karakas Gyuszika gyógyulását segítjük a befolyt összeggel, és én mindenkit arra biztatok, hogy szeptember 12-én legyünk ott, jöjjünk el, és mutassuk meg azt, hogy Kárpátalján még nagyon sokan vagyunk itt, akik éheznek a könnyű zenei koncertre. Ez egy olyan koncert, hiszen ismerve az Ismerős Arcok zenekar zeneszámainak tartalmát, ami remek lehetőség arra, hogy föltöltődjünk picit, megerősödjünk, és így fussunk neki az előttünk álló feladatoknak.